Sziasztok! Valamennyi újszegedi közlekedő örömére elkészült az útburkolat javítási rekonstrukció a Főfasoron. A munkálatokat a szegedi Strabaco végezte, erről fogunk most beszélgetni Baszi Krisztiánnal, a vállalat ügyvezetőjével. Örömmel látjuk, hogy itt már megy a forgalom, minden csodálatos, és elkészültetek a munkálatokkal. Egy kicsit, hogyha visszapörgetnénk az elejére az időt, hogy hogyan is indultak ezek a munkálatok. A kivitelezés úgy indult, hogy egy ivóvíz rekonstrukciós munkálatok után jöttünk mi. Az útburkolat felújítására nekünk mindösszesen 60 napunk volt, ami alatt el kellett készülnünk. A munkálatoknak április folyamán kezdtünk neki. Itt gyakorlatilag aszfalt marásra indítottunk, részlegesen szegélyeket cseréltünk, majd jött az útburkolat felújítása, tehát maga az aszfaltozás, finiseres munkálatok, és végül pedig a felfestések, táblázások. Voltak-e esetleg bármilyen fennakadások közben? Sok nehézségbe ütközött, mert a forgalmat folyamatosan fent kellett tartani, gyakorlatilag a teljes forgalmat. Mind az autós forgalomnak és a tömegközlekedésnek is zavartalanul kellett, hogy működjön. Hát ez azért rakott rátok egy plusz súlyt, terhet. Így van, illetve nyilván a kivitelezés, hát maga a kivitelezésnek is több nehézséget okozott. Most példának tudnám mondani, hogy ugye az aknákat szintbe kellett állítani, betongerendát kellett neki készíteni, amit nagyon nehéz volt a forgalomtól megvédeni, mielőtt megkötött volna a beton. És a Szeged 365 felületén folyamatosan ugye nyomon követtük a munkálatokat, és többször beszámoltunk róla, hogy minden nehézség ellenére azért nagyon jó ütemben haladtok. A kollégáink a nagy meleg és a folyamatos forgalom okozta a fennakadások ellenére is nagyon oda tették magukat, és ezt szeretnénk megköszönni nekik ezúton. Határidőre készen lettünk, a szűk határidő ellenére. A munkálatok minősége én úgy gondolom, hogy kiváló lett, illetve a megrendelőink is elégedettek, és a tegnapi nap folyamán le is zártuk a műszaki átadás átvétel teljes mértékben.